Na, lássuk a házit. Írjatok fogalmazást London nevezetességeiről. Ez nem túl könnyű feladat. Jobb lenne személyesen elmenni és megnézni azokat. De jó lenne elutazni oda. Olyan ismerős ez a város. Vajon hol lehetek? Csak nem Londonban. Ott a Big Ben, meg a Temze folyó. Micsoda kilátás! És a Tower Bridge. Ha-ho! Ó, oh, hello! Örvendek, ifjú hölgy. A nevem Bridge. Tower Bridge. Tudom. Már tanultam rólad az angol órákon. Az én nevem Anna. Valóban? Micsoda megtiszteltetés. Akkor nem hiába vagyok London egyik jelképe. Nem. Én biztos nem találkoztam még olyan híddal, mint te. Abban a korban, amikor építettek, ez valóban nagy szenzáció volt, hogy olyan hidat terveztek, mint szerénységem. Azt mondtam már, hogy honnan kaptam a nevem. Nem. Honnan? Magáról, a Towerről, ami a királyok lakhelye volt a középkorban. A két tornyom is erre az erődítményre hasonlít. Látod? A Towerre? De a kő csak látszat ám. A kőtornyok alatt igazából kemény acélváz borít. Igazán jól nézel ki. Köszönöm. Nem csoda. 8 évig építettek. De miért kellett ilyen hosszú ideig építeni? Mert nem akármilyen hidat akartak építeni, hanem olyat, amin a tenger felől érkező magas árbócú hajók is könnyedén át tudnak haladni. Ezért is terveztek úgy, hogy két oldalt felhúzhatóak a szárnyaim. De menő, biztos nagy a forgalom rajtad. Régebben egy nap többször is felnyitottak, de ma már, mióta műemlék lettem, egyre ritkábban nyitják fel a szárnyaimat. Vigyáznak rám. Ilyen öreg vagy, hogy már műemlék lettél? Nem. Csak 128 évvel ezelőtt avattak fel. Emlékszem, mikor megnyitottak és átsétáltak rajtam az első emberek. Mintha csak tegnap lett volna. Várj csak, ha épp fel vannak nyitva a szárnyaid, akkor hogy mennek át rajtad a gyalogosok? A magasban, a gyalogos hídon, amin épp te is állsz. Hú, ez nagyon magas. Annyira azért nem vészes. Én szeretem, hogy így messze ellátok, és másoknak is megmutathatom, milyen szép innen a kilátás. Tényleg. Nagyon örültem, hogy személyesen is megismerhettelek. Egy közös képet? Természetesen. Számomra a megtiszteltetés. Goodbye! Goodbye!